Sziasztok! Hát most egy eléggé furcsa kihívást fogunk teljesíteni. Az egyik barátunktól kaptuk. Nekünk vannak ilyen kis vicces barátaink, akik ilyen aranyos kihívásokkal, feladatokkal örvendeztetnek meg bennünket. Mi meg úgy vagyunk vele, hogy ha már játék, akkor játék. Tehát kell szórakozni, kell játszani. Hát ez egy elég furcsa dolog. Állítólag a TikTokon vannak ilyen vicces videók, ahol elkészítették már ezt az ételt, amit mi most elkészítünk, ami nem lesz más, mint krumplipüré. Na de nem ám akármilyen krumpliból lesz a krumplipüré, mert a feladat lényege az, hogy nekünk ezt a krumplipürét krumpli chipsből kell elkészítenünk, tehát nem abban a normális krumpliból, tudjátok, amit meghámozunk, kockákra vágunk, stb. Nem. Ez készre sütött, az üzletekben vásárolt, vagy egy üzletben vásárolt burgonya chips. Hát, hogy ebből hogy lesz? Krumplipüré állítólag lesz. Hát most majd kipróbáljuk, ugye? Hát szoktak terjedni ilyen kis vicces videók a neten, mindenféle platformokon, ahol a legkülönfélébb dolgokból készítenek ételeket, meg a legkülönfélébb formában. Hát most akkor kipróbáljuk, hogy burgonya chipsből hogy lehet burgonya püré. Meglátjuk. Moli, mit szólsz hozzá? Van kedved? Igen. Van. Szegény gyerek. Na jó, játszani kell, gyerek. Tudjuk mi is, hogy ez ilyen nyakatekert butaság, de hát játék. És mi szeretünk játszani. Na Molika, nem tudom mennyi chips kell ehhez, hát nézzük meg, hogy ha egyet beleöntesz, akkor mennyi lesz. Nézzük az első zacskót. Szórd bele, légy szíves, ez alapanyagunkat. Ez sima sós chips. Az egészet? Menjen bele az egész. Na szerintem ennyi elég lesz, mit szólsz? Mert van itt még egy zacskó egyébként, de nem tudom, hogy kell-e még egy zacskó. Hát... Molly, mit szólsz? Legyen még egy zacskó? Ez elég. Szóval akkor ehhez most kell egy kis víz. Azt szavaztuk meg, hogy csak egy zacskót használunk fel, hogyha nagyon rossz lenne, akkor ne kelljen sokat kidobni. Mennyit tegyél? Na nézzük, hát tegyél rá vizet. Elvileg ugye a krumplit úgy főzzük, hogy ellepje a víz, de hát ez nem egy ilyen normális krumpli. Hát szerintem az mehet mind rá szívem, utána úgyis átszűrjük. Sőt, lehet, hogy ehhez kell még egy kis víz. Sót nem teszünk, mert a chips sós, úgyhogy most kezdjük el főzni. Annyi a dolgunk, hogy elkezdjük rotyogtatni. Azt azért meg kell mondjam, hogy elég gusztustalan így, ahogy kinéz. Most nézzétek, kicsit már olajos lett itt a víz, nem tudom mennyire látszik. Olajos lett a víz, hát nyilván, hiszen olajos a chips. Fú, amúgy az illata tök jó, mert egyelőre még csak a chips illatát lehet érezni, hát mi mást csak azt tettünk bele. Szóval ez most egy ilyen vízben ázó burgonya chips. Most még nem néz ki túl jól. Na nézzük. Milyen az illata? Jó. Klassz, mi? Hát egyelőre jó. Meglátjuk, hogy egy kis hergelés, egy kis forralás után milyen lesz. Na tessék, most föltettem ide a gázra. Hát még ugye nem történik vele semmi, most kezdtük a műveletet. Meglátjuk, pár perc forralás után hova jutunk. Az illata az még mindig elég jó. Kezd most már forni, és nagyon jó illata van, gyerekek, olyan, mint egy ilyen krumpli leves, aminek egy picit ilyen pirított, hogy is mondjam, bukéja is van. Hát nyilván nem véletlenül, mivel sült chips az alapja, de egyelőre nagyon finom az illata. Most várom, hogy megpuhuljon. Hűha, eléggé alakul itt a kaja. Most már szétjött apró darabokra a chips, itt teljesen magától. Hát ez ugye nyilván azt jelzi, hogy párolódik, és lassan készen lesz. Hát úgy tűnik, hogy elkészült. Megpuhultak, ugye a chips darabok egészen aprók lettek. Na, ezt most leszűröm, mert a víz az ugye nem kell. Leszűröm, és utána feljavítjuk azért egy-két dologgal, amivel mi egyébként is felszoktuk a krumplipürét. Na nézzük, itt a leve a leszűrt chipsnek, leszűrt főtt chipsnek. Meglátjuk, meg fogjuk kóstolni, hogy milyen az íze ennek a lének, amiben főtt. Hát elkészültünk, csodás látványt nyújt. Tulajdonképpen nem annyira rossz ám. Úgy néz ki, mint amikor nagyon apróra vágja az ember ilyen karikákra a krumplit, és úgy széttörik a, mondjuk a serpenyőben vagy a tepsiben, ahol megsütjük. Kicsit úgy néz ki, mint a mandula bél. Tényleg, de nagyon finom illata van. Igen. Az a szeletelt mandula, igen, úgy néz ki. Nagyon jó, igaz majd? Uh-huh. Tiszta. Főtt krumpli, tehát teljesen. Na ebből is látszik, hogy ez igazi krumpli volt. Na nézzük, itt a leve, amit leszűrtünk róla. Nem lett olyan nagyon sok, egy ilyen háromnegyed pohár. Valószínűleg felszívta a többi. A tetején áll egy kicsit az olaj, nagyon jó. Pedig most meg akarom egy picit kóstolni. Na jó, csak egy nagyon picit. Az olajat nem szeretném.
Kicsit elfújom onnan. Tök finom, gyerekek. Olyan, mint a krumpli főzővize. Tényleg? Megkóstolod? Nem igazán? Pedig nem rossz. Tényleg. Hát ez milyen lenne? Hát a krumpli főt benne. Na ilyen a krumpli főzővize. Hát nem annyira víz ez, mint amennyire ilyen nagyon híg krumpli pürészerűség, mert egy kicsit belefőtt a krumpli, és a tetején láthatjuk ugye azt az olajat, ami a chips miatt van benne. Hoztam közben egy kis kanalat, hogy az olajat innen el. Így megkóstolod, Moli? Nem tudom, majd. Tényleg tök jó. Hát én nem azt mondom, hogy ez lenne a kedvenc italom, mert olyan, mint a krumpli főzővize, azt sem nagyon szoktuk meginni, bár levesekhez használható a krumpli főzővize, ezt tudtátok? Nem rossz. Kifejezetten kellemes, kicsit sós, pont jó, krumpli ízű. Na. Akkor ezt a szépséget most összefogjuk ezzel a mixerrel, vagy mi ez? Rude mixer. Ugye? Úgy hívja. Szóval ezzel a rude mixerrel fogjuk össze túlmixolni, mint ahogy egyébként is szoktuk. Mi adunk hozzá mindig egy kis tejet, meg egy kis vajat, mert attól lesz igazán nagyon finom. Láttuk ebben a TikTokos videóban, vagy valamelyikben, hogy sajtot adtak hozzá. Hát igazából ezt egyéni ízlés szerint ki, hogy szeretné egy kis borsót, vagy valami paprikát. Na, ezzel összetrutymázod, Moni? Aha. Ez nagyon jó lesz. És szerintem finom íze lesz. Én is komolyan. A videóban is azt mondták, hogy finom, én nem hittem el, azt mondtam, hogy ez valami undorító kocsvalék lesz, de most jó úton van afelé, hogy esetleg meg is együk utána. Szerintem először tedd bele, hogy ne fröcsköljön szét, és először csak egyesen. Azaz. Szerintem ez nagyon jó lesz. Alakul a krumpli püré. Ki gondolta volna? Wow! Ez tökéletes! Oda nézzetek! Pont úgy néz ki, mint ahogy egy krumpli püré is szokott nézni. Ez tök jó! Finom? Uh-huh. Hát gyerekek, ez elképesztő. Tényleg olyan íze van. Na szóval itt van, ez még félkész. Ide nézzetek. Tisztára olyan, mint egy jó kis krumplipüré. Hát na, ez a vészhelyzeti krumplipüré, gyerekek. Ha krumpli nincs otthon, csak chips, akkor tudtok a vasárnapi ebéd mellé egy gyors krumplipürét rittyenteni. Na de ez még most nincs kész, bár nagyon jól néz ki már így is. Még jön bele ugye a vaj, meg a tej. Attól lesz még finomabb. Jöjjön először egy kis tej. Szerintem ennyi elég lesz, majd meglátjuk. És most jön a vaj. Ezért teszünk ennyi vajat, hogy finom, krémes legyen. Ezt először beledolgozom, Molly, jó? Aztán okay. Te jössz ezzel a mixerrel. Hát gyerekek, eszmetlen jó az illata. Komolyan. Nagyon jó, ilyen. Krumpli pürés? Igen, krumpli pürés, igen. Na, akkor jöhet a második menet. Csak egyesen ez az. Nagyon jó. Csak elfedje a krumpli pirmát, mert akkor szétfröcsköl. Hát gyerekek, ez csodálatos lett. Picit több tejet tettem bele, ezért ilyen hígabb lett, de gyönyörű. Ez tényleg nagyon szép. És most mindjárt megkóstoljuk, hogy elég finom is lett-e. Kitálaljuk ide a tányérba. Kicsit tényleg hígabb, mint amilyenre mi szoktuk. De nem baj, ettől még nagyon finom lesz. Kevesebb tej kell hozzá. Nagyon jól néz ki, igaz? Nagyon jó. Kifejezetten. Tisztára olyan, mint egy krumpli püré. És mekkora nagy adag! Uh-huh. Ebből az egy zacskó chipsből két ember adagja simán kijön, de talán még három is. Na nézzük a kóstolást, Molly a főkóstoló. Jó kis. Hát ez pont olyan, mint egy igazi krumpli püré. Ez komoly. Nagyon jó. Állati. Gyerekek, mik vannak? Szóval az az igazság, hogy tényleg nem minden csalás, amit az ember a neten lát. Van köztük egy csomó olyan is, de nem mind. Hát elkészült, gyerekek, tényleg, állati. Ezt én nem gondoltam volna. Oké, látszik is a chipsen, hogy igazi krumpliból van, de ez most bizonyíték is rá. Ez a klassz kis krumplipüré. Ez tényleg, figyelj, két embernek, háromnak simán elég. Egy zacskó chipsből. Már megint tanultunk valamit. Ha kifogy a krumpli, de van chips, akkor lehet belőle köretet készíteni. Szóval tényleg, ahogy az előbb elkezdtem mondani, egy csomó olyan dolog terjed a neten, ami egyébként nem igaz. Tehát ami a látvány kedvéért elkészül, valami, ami tök egyszerűnek tűnik, és hihetetlen,
aztán nem is igaz. Tehát egy-kettőt egyébként mi is fogunk tesztelni a következő hetekben, majd ezekből a trükkökből. De ez az első tesztelés, ez tök jól sikerült. Molika, ez most el fog fogyni? Na, megkóstolom. Nem akarok már bele a te kanaladdal, de ebből kiveszek egy picit. Na, nézzük. Nagyon finom. Komolyan mondom, olyan, mint az igazi. Picit folyosabb, mert több a tej benne, de ezt már pont háromszor mondtam el. Úgyhogy... Gyerek, ez komolyan hihetetlen. Nem tettünk bele sót, mert ugye a chips az sós, és nem akartam, hogy túl sós legyen. Egy icipicit lehet beletenni, de hát ugye a jó szakács is mindig kóstol, mert kóstolnia kell. Ezt is kóstoljátok meg menet közben. Nagyon finom. Moli, kapsz hozzá egy kis rántott húsit, vagy valami natúr húsit, és tessék, itt van a kaja. Három napra, vagy nem tudom, meddig elég. Na, szóval, ez a kísérlet nagyon jól sikerült. Próbáljátok ki, hogyha gondoljátok, tényleg. Ráadásul ez a chips, ez az egyik legolcsóbb, amit fellehetünk a piacon. Szóval tényleg nem a legdrágább, sőt, mint mondtam, a legolcsóbb. Úgyhogy teljesen alkalmas volt. Nem olyat vettünk, ami sózott, de vehettek olyat is, ami már sajtos ízű, mert attól csak jobb lesz szerintem. Ez csak sima sós. És ehhez adtuk a tejet, vajat. Na, szóval kreativitásra fel, gyerekek, ez így nem vész kárba, mert egyébként benne volt az is, hogy majd kidobjuk, hogyha rossz íze lesz. De ez nem, ez tök finom. Mm-hmm. Na jó. Köszönjük szépen, hogy velük tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, kreatívkodjatok, főzzetek, legyetek együtt a családdal, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!